A Városi Tanács elfogadta Szabadka 2015-ös költségvetésének javaslatát. Eszerint a város jövőre 4 milliárd 999 millió dinárból gazdálkodik majd, amelyhez hozzájárul még 500 millió dinár kölcsön, amit a szennyvíz kollektor hálózat bővítésére fordít a város. A büdzsé forrásainak 50%-át a jövedelemadó és vagyonadó teszi ki, a fennmaradó részt más forrásokból biztosítja a város. A transfereszközök, amelyeket köztársasági szintről kapunk, azok maradtak ugyanaz a szinten, amelyek voltak ebben az évben is, 240 millió dinár értékben, illetve vannak még jövedelmeink különféle illetékre és adókra, amik kisebb tételűek, de valójában ezáltal tesszük ki, sok kicsi, ahogy mondják, sokra megy, és ezt teszi ki a 100%-ot. Az önkormányzat törekedett az eszközök felhasználásának racionális tervezésére. A 2014-es költségvetéshez képest 230 millióval kevesebbet szeretnének jövőre költeni. Elsősorban a fizetések és az anyagköltség területén csökkentették a kiadásokat, de a szociális szférán kívül minden területen kevesebb pénz áll majd rendelkezésre. Az előző évhez képest növelték a Városépítési Igazgatóság költségvetését fontos infrastrukturális projektek miatt. Utcaaszfaltozásra 150 millió dináron elolátva, és vízverték és szennyvízcsatorna hálózat építésére több mint 100 millió dinár lesz elolátva a következő évben. Elő vannak látva a kultúri településeken a kultúrházak, illetve a helyi közösségi épületeknek a felújítása, Tavankúton a kultúrház, Csantavéren a színháznak a felújítása, Ludason a helyi közösségi épületének a felújítása. Kisebb eszközöket különítettek el olyan problémák megoldására, amelyek hozzájárulnának az életminőség javulásához. Felújítanák mindhárom városi illemhelyet, új autóbusz megállókat építenének, bővítenék a térfigyelő rendszert, valamint a vasutas és a maghetes helyi közösségekben ivóvízcsapokat helyezne el a város. Azok a közvállalatok, amelyek üzleti tevékenységből bevételt valósítanak meg, csupán minimális költségvetési támogatást kapnak jövőre a tervezet szerint. Ezek a parking, a távfűtőművek és a gázművek. A tervek szerint két szemétszállító járművel bővülne Szabadka gépparkja, és autóbuszok vásárlására is jutna pénz.